számban. A mostani nagyon is extra, modern, mégis kabalisztikus és természettudatos Tubis-Peti szédeljünket, aki kedves Héber tanárnőnkkel fogjuk így megtartani, érti nem más, mint Tubis Andrea! Egyre reklám helye azt elmondja, hogy bizony csak nálunk van Budapesten, sőt egy Magyarországon bibliai Héber tanfolyam, hétfőnként a kezdőknek, kedvenként a haladóknak, erre folyamatosan lehet jelentkezni az asszisztensemnél. Keteket fel! A Facebook oldalán, és lehet csatlakozni, mert tényleg itt lehet csak ebben részesülni, és nagyon is hát sikerült kapni, most már idén lép a harmadik évében. Szeretném átadom a szót az első pár mondat bevezetőjére, az Andreának, és pedig valószínűleg más is vannak benne részvény, hiszen olvasni is kell, meg mondani is kell. Ez a széder este, mint a többi széder este, több mindenki részt vesz benne. Megint csak egy széder estén vagyunk, ez már volt, és mindig mindenki itt szokott lenni. Mikor a széder este? A széder este. Ez egy picit más széder. Ha ránéztek az asztalra, akkor látjátok, hogy ami az asztalon van, és ami a tányérokon van, azt az ember szívesen megeszi, ez a tízben a rendes széderrel. De ahogyan, el is kezdjük mindjárt, ugyanúgy, mint ahogy a rendes, a pészakai szépeknél, itt is vannak szövegek, amiket olvasunk, és itt is lesznek énekek, amiket énekelünk. Ezúttal viszont nem a kibontásról fogunk beszélni, hanem a fákon, a fákujjéről, a gyümölcsökről, kicsit elcsökről a zöldségekről, illetve arról, hogy hogy hogyan vágyunk a nézetünkkel, illetve hogyan vágyunk a bolygóval, mi a helyünk, hol van helyünk a világban, és mi az, amit tehetünk, amivel jobbá tehetünk a világot. Kezdjük is ott van az elején, az első szövegünk úgy szól, hogy négy új év van a listából, a második szövegünkről hoztuk, négy új év van, megint mindenki úgy szokta mondani, hogy ezek ilyen zsidó szokások, persze zsidó kutatások, máshogy csinálnak, rettől már négy újjakat csinálnak, de ha belegondolunk, akkor a polgári ebből is rögtön több van, mert hogy van a polgári új év, de vannak itt gyerekek, tudják, hogy vannak a lelkesült szülők is vannak, tehát van ugye az iskola, új év. Van ugye az adózásnak is egyfajta új éve, és még folytatom, hogy nálunk milyen négy új év van, lássuk. Nisztán első a király uralkodásának és az ünnepek évének kezdete. Király uralkodása ez már nem feltétlenül aktuális. Elul elsője a barmok tizede évének eleje. Barmok tizede, ez sem aktuális, mivel nem nincsen szentély. Tisri elsője, ezt mindenki tudja, ez Rossosaná. Így van, ez Rossosaná a zsidó évben. Tehát Tisri elsője az év számolás, a szombat év, a jóvéd év és a zöldségek ültetésének új éve. Ez Sámály véleménye. Ahogy ezt megszokhatok, rögtön a következő vélemény, Hillel szerint. Sámály és Hillel a nagy tanulópáros, általában az egyik átmond, a másik inverzem. Hillel szerint ez utóbbi Svátó 15-e, ami mikor van? Ma. Most. Úgyhogy örülünk. Oldal. Miért kell a fákon új év? Azaz, miben érdemelték ki, hogy nekik legyen? Amikor látták a fák, hogy az embereknek külön új évük van, ugye Rossosaná. Azt mondták, a túrában az áll, hogy az ember a mező fája. Ahogy az ember a fára, a fa az emberre hasonlít. Úgy igazságos, hogy a fáknak is legyen új év. Az egekben elfogadták a fák érvelését, és megkérdezték tőlük, mikor legyen az új évetek? Azok azt mondták, és itt egy meglepő válasz jön, nekünk vízre van szükségünk, legyen a vízöntő jegyében. Ja, a judaizmus a horoszkópokhoz és úgy általában a csillagokhoz, csillagjósláshoz meglehetősen ambivalensen viszonyult, de ugye a fák ezen vonatkozik, úgyhogy a fák a vízöntő hónapját választották, és ezért van most. Svátó 15-én fákúj éve. Hát, megyünk egy kicsit Hasidba. A breszlói Nachman Rabbi, a breszlói Hasidokat ki ismeri, kinek mi jut eszébe róla? Fehér sapka. Fehér sapka, minek? Szöveggel. Minek? Kábítószer. Szeretik a természetet, főleg fűformájában. Fűformájában, igen. Általában a Tel Aviv-i
tengerparton például nagyon sokat lehet találni belőlük, kiraknak egy rádiót, és iszonyú mennyiségű energiával ugrálnak, és erre hívják a többieket is. Azaz, ténylegesen fontos, mert nagyon fontos nekik, hogy örömmel éljék át a hallásokat. Ez valójában ugye nekünk is fontos, csak nem feltétlenül ugrálunk hozzá. Nos, a breslaui Nachman rabbi mondogatta, nem ez, hogy mondogatta, nagyon kevés dolog maradt meg tőle, magától a kézirányban semmi, hanem csak szóval bőványozták azt, amit tanított. Tanított szép dolgokat, mint például, minden pásztornak megvan a maga dallama. Attól függően, milyen pázsiton, melyik helyen legelte. Mert a füvet minden fajtájának is megvan a maga dallama, és a pázsit dalából szövődik a pásztor dallama. Azt mondta, bár csak hallanám a különféle füvek énekét, ahogy tiszta szívvel dicsérik az örökkévalót, anélkül, hogy ezért bármi jutalmat remélnek. Van hozzádal? Van hozzádal? Peti, persze. Csak annyit még előjáról van, és hozzátenni, hogy ugye a Szentföldnek 7 terménye van, egyikről szól ez a dal, amit a Zsoltárból, a szombati Zsoltárból vettünk ki, amikor nem csak az embert hasonlítják a fához, hanem a fáról mintázzák az igaz embert is, ugye, mert ez a Dike Tamari Frach, mert olyan az igaz ember, mint a Tamár, vagyis a datója pálma. Viszont ez, ami azt jelenti, hogy csak fölfele törekszik, mondja ezt a kabbalista hagyomány, viszont Erezbában nagy izgé, de olyan lesz a végén, mint a libanoni cédrus, vagyis mindenkinek szórja az árnyékot és segít. Tzadikka tamar hifrach, hifrach, tzadikka tamar hifrach, tzadikka tamar hifrach, hifrach, tzadikka tamar hifrach. Ke'erez balbanon izge, ke'erez balbanon izge, ke'erez balbanon izge, izge. Igen, méghozzá a fehérbor készítem most. Fehér? Most még a vöröset nem kérem. Ami fontos az, hogy mindenki, hogy jusson mindenkinek a pohár aljába töltsön ki egy kicsi fehérbort, ami azért van, mert ez fogja szimbolizálni még a telet, illetve a... Szóval mindenki nagyjából picit töltsön ki, mert egy asztalra kéne eljutni rákon, és többször kell vele tölteni, nem csak egyszer, mert még lesz 3 körünk, és kettőből föl fogjuk használni a fehéret, ugye? Egyre inkább csökkenni fog a fehérnek a szintje, növekedni fog benne a vörös, az utolsó csak vörös tisztán, most tisztán fehér. Így töltsés meg tovább. Lépjél oda a másik asztalhoz, mérjük meg. Oda is kell, hogy megszerzettem. Azt mondom, hogy van már, akkor ez is jó. Kérdezzem, hogy még két üveget.
Addig, amíg kitöltek a borokat, még annyit hozzátennék, hogy ha most nem lenne idén szökőév, és nem lenne plusz egy Ádár hónapunk, akkor pontosan mához lenne két hónapra az igazi széder este. És ugye Svát, Ádár és Nisztán két hónappal a tavasz előtt, az igazi tavasz előtt, ahol elkezd élni az árpa Izrael, a legprimitívabb és legegyszerűbb növény, ami már neki elég annyi nap és annyi eső, előtte elkezd rügyezni a legkorábban rügyező növény, ez a mandula. Ennek a dátuma. Ebben is volt különben vita Hillel és Sámmai iskolája között. Sámmai képviselte a gazdagokat általában, nekik a zsírosabb földjeik elkezdtek már rajta a mandulák rügyezni Svátfó elejéig környékén, de egy két héttel később rügyeztek csak a Hillel holdudvarába, iskolának holdudvarába tartozó embereknek a földjei. És ezért a Hillel iskolája győzelmeskedett, vagyis a szegényebb embereket bevárták a gazdagabbak azzal, hogy hol húzzák meg a határt, és szintén ugye ez abban azért volt fontos, hogy majd tizedet tudjanak adni a szentélynek. Ugye ez egy technikai ünnep. Tized a szentélynek, a lévitáknak, a szegényeknek szintén, úgyhogy a tized bemutatásában egy technikai ünnep ez, amiből a középkorban a szvati kabbalistáknál lett egy széder este, mert ugyanúgy, ahogy évfél után Dávid király elmondta már a zsoltárokat, mert közelebb volt a hajnal, mint az estének a kezdete, ugyanígy mi egyszer eljött a megváltásunk Nisszánban, Egyiptomban, ezért van egy hazókéje, egy előjoga a Nisszán hónapnak, hogy el fog jönni a megváltás újra, valószínűleg Nisszánban. De előtte már, ha az tavasszal jön el, akkor a tavasz első rügyeinél a misztikusok, a kabbalisták már ünneplik a messiást. Ezért van az, hogy ez ilyen előmessiás ünnep. Előpészák ünnep. Két hónapra vagyunk a Pészáktól, de ma nem, mert most van egy plusz hónap beiktat, hogy három hónapra vagyunk a Pészáktól. Három héber hónapra vagyunk, három bolt hónapra vagyunk a Pészáktól. Akkor most mindenki megfogja a pohárát, úgy, ahogy széder estén, balra dőlve. Ugye alkalmazzuk azt a zsidó technikát, hogy egy valaki mondja az áldás, hogy mindenki csak ámen mond rá, hogy az előbb zsidó találmány, mindenki átvette muszlimok keresztül mindenki. Jó. Baruchat Adonai, a vinemeles haulám, borré priagáfe! Az első pohár bor nem mással köszöntjük, mint Nagy Robinkkal, Eubulosszal. Oké, csak azt akarom mondani, hogy nem csak zsidó szövegekkel élünk, Magyarországon élünk, nem egy ilyesmi van, tehát nem zsidó szövegekkel is szórakoztathatjuk magunkat, mint például az első állomás. Az első három pohár bor mértékletes, hogy Eubulosz. Egy az egészségért, ezt hiszük most. Egy a szeretetért, egy az örömkedvért, egy pedig álomra szendelít. E három után a bölcs aludni tér, mert a negyediktől erőszakossá válsz, az ötödiktől zajongani kezdesz, hát ezt külön akarjuk. A hatodik részek duhajkodásba hajszol. A hetediknél minden elsötétül. A nyolcadiknál jön a rendőr. A kilencedik a kötekedésre. A tizedik már az összetületbe kerget. És a rohadt hajgáz. Mikor jöttem ezt? Rendőr. Oké, most a következő egy játék, ami a... Biztos, hogy mindenki lássa. Ez egy
aranyos angol gyerek versemet lefordítottak, és a következő a feladat, aki vállalkozik rá, ezt a pici nyelvtörőt el kell olvasni, de egy lélegzetre. Milyen messziről? A borsó, a spárga, a zeller, vagy a bab, ám az igazság kíván sosem derül, a szakácsné elég fenderül, kést ragad és lecsap, kés alá itt kerül a krumplia, a cétla, a répa, a zöldség, a borsó, a spárga, a zeller és a bab. Ja. Angol az nem rövidebb? Gábor beszélt már arról, hogy van ennek az estének egy kis messiási színezete, ezt Rabbi Yochanan ben Zakkai is valamelyest alátámasztja. De egy érdekes megjegyzéssel ér, azt mondja, hogy ha éppen fonnüntetéssel vagy elfoglalva, és azt mondják, jön a messiás, akkor előbb fejez be az üntetést, és csak utána megfogadni. Amikor beléptek az országba, akkor ültessetek gyümölcsfákat. Hotelállató ez Mózes 3. könyvében 1923. Ez vonatkozik egyébként Jeremiás könyve alapján minden más helyre is, tehát bármely országban beléptek, nem csak erre, bárhol máshol is, akkor ültessetek gyümölcsfákat. Azt mondja az örökkévaló, noha, egy minden jóval teli országot találtok, ne mondjátok, hegy élni fogunk és nem ültetünk, hanem hogy beléptek az országba, és ott mások által ültetett fákat találtok, így ti is ültessetek az utódaitok számára. A következő, ami egy nagyon fontos gondolat és egy nagyon érdekes kezdeményezés, a világ jobbát értele Gábor. Hát a Tikudalám, ugye az, hogy van egy Tikudalám Magyarországon alapítvány, mint Gémek alapítója, de ugye a záró imánk, úgy fejezzük be, hogy letaken a lám, Malchut Shaddai, hogy megjelentsük a világot Isten hát jelenlétével, de különben minden javításkör magunkkal kezdődik. A hagyomány azt mondja, hogy mi azért vagyunk itt, hogy megjelentsük a mi saját tulajdonságainkat, és nyilván, hogyha mindenki saját magával foglalkozza és megjelentsük a tulajdonságait, akkor a világ megjavulhatna, és megjavulhat. A Tikkun Olamot szintén különben ilyen formájában a kabbalisták vezették be, de mára az angol száz világban a zsidóságnak a nagy része Izraelen kívül egy elcsépelt közhelyé vált, mert az összes társadalmi
aktivitást, a szegények táblázatot kezdve a környezetvédelmet mind beütik ez az ernyő alá, nagyon helyesen különben, és ez a Tikkun Olam nevében, a világ megjavítása nevében iparkoznak és teljesednek ki, és vállalnak szerepet. Sokkal többen vállalnak részt Tikkun Olam kodásban, az angolszász világban, mint ahányan lejárnak akár rendszeresen zsinagógában, ami egy külön érdekesség, hogy hol lehet igazán megfogni a modern kor emberét a kapcsolatot az isteni képzetekhez és gondolatokhoz. Hogy hol lehet kiélni a Tikkun Olamot, ennek az első és nyilvánvaló kézenfekvő területe, az valóban az ökológiai terület, az a környezetüknek, a mikro és a makro környezetünknek a fenntarthatóvá tétele. Mert azt vigyázzunk a környezetünkre, illetve olyan döntéseket hozunk, akár magyar emberként, akár egyszerűen vásárlóként, akár politikai, akár bármilyen más döntés, amely nem veszélyezteti a környezetet, illetve minden kevesebbet zsákmányolja ki, minden kevesebbet veszel belőle, és minden többet tud visszaadni. A másik nagyon fontos és ehhez kapcsolódó terület az orvány, az a társadalmi és társadalmi szolidaritás. Ugyanúgy hozzátartozik a Tikkun Olamhoz. A Tikkun Olamnak a lényege az valóban az, hogy a világ ebben a formában nem tökéletes, és amikor valaki oda másiknak, akár anyagi, akár bármilyen más dolgot, akkor valójában nem csinál mást, mint a világnak a normális rendjét állítja vissza. Ez nem egy olyan nagy lelkű dolog, hanem valójában a normalitás lenne az, hogy egymásra szolidárisak vagyunk, illetve hogy egymásnak adunk és egymásra figyelünk. A harmadik dolog, amit a kicsimára hoz a judaizmusba, az annak a hangsúlyozása, hogy igenis a cselekedetünket befolyásoljuk nem csak a világot, hanem alapvetően az isteni hozzáállást is. Ennek az alapvető gondolat ez a Bibliában is megvan, de a Tikkun Olam gondolata, illetve ennek a rendszernek a működtetése felerősíti ezt a gondolkodást. Nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem mindenki másért is. És jön a második pohárból. Vagy a második pohárból ki vagy. Most már kérdünk kis vörösdés. Töltse ki egy kis vetélet. Kevesebb, mert rá kell tölteni a vörös bort, meg kell színezni azt. Kitöltitek a bort, ami ugye fehér, de csak be van színezve egy csepp vörössel, meg megyünk a télből bele a tavaszba. És a négy pohár bor, az ugye megfelel a négy pohárnak, ami széderesnél fogunk majd eltölteni, mert mindegyik vörös különben, mindegyik vörös. Itt most van egy ilyen elszíneződés, beérése a színnek, megyünk a fehértől a vörös felé. Annyit hozzátennék még ugye, hogy vettünk egy görög példát arra, hogy mire, hogyan itták a négy pohár bort. Van egy híres hidrás Noé-tól, ugye Noé volt az első alkoholista a történelmi alatorra szerint. Tehát megtehetne azt, mert szegény ugye egy posztromban esett át, ami azt jelenti, hogy özönvíz. És hát amikor kijött a bárkából, akkor azt a bizonyos első szőlőtőkét nem egyedül ültette, hanem a sátánnal. És négy állatot áldoztak. Négy állatot áldoztak a szőlőtőkének a tövéhez. Egy bárányt, egy majmot, egy oroszlát, meg egy disznót, meg a vérét. És ugye pontosan azért áldozták ezeket, mert az első pohár után az ember olyan lesz, mint egy bárány, a második után lesz, mint egy oroszlán, a harmadik után lesz, mint egy
majom, és a hirtelen az a disznó, de valószínűleg a zsidók kevésbé bírták az alkoholt, mint a görögök, mert ők 10-ig számolták ezeket a forrakat, vagy csak más volt a pohár méret. Mindenesetre azt mondtuk, hogy az ember hasonlítják a mezőfájához. A fák hasonlítják magukat az emberekhez, és kértek egy új évet maguknak. A fa, ugye héberül egysz, ugyan a nőnemű alapjában, akár még azt mondanám, hogy az egysza, egysza, ugye ebben van az egyszázgében, ugye hívisül, az egysza, a tanács szó is szintén ezt sugallja, vagyis az ember végignéz egy táján egy hegytetőről, akkor, ahol fák vannak, ott valószínűleg van élet, van víz, és így jelez egy olyan dolgot, amit mondjuk egy bulvárnak ugyanúgy jelez a víz alatt, egy korálzát, hogy ott helyeség az életben, mert az egész tenger alja feneke egy nagy pusztaság. A tóránkat nevezzük Eitzhaimnak, életfájának, attól, amitől Ádámék és Évek ellettek tiltva. Az erejelben nem ellettek tiltva tőle, csak mivel rossz sorrendet választottak, ezért nem kapták meg, a zsidó nép kapta meg azt a fát, a tóra formájában. Úgyhogy az Eitz, fa, és az Eitzá, tanács szó, ugyanaz a szó. Élettanácsa, Eitzhaim, az az élettanácsa, az az életfájra. Az ott abban a szekrényben. Az volt mondva az érdekelben, hogy minden fából lehettek, de a sorrend az meg van adva. Mert előbb kellett volna lenni az életfájából, aztán a tudáséból, és nem fordítva. De ez egy másik történet, mindenesetre van egy dalunk, van egy imánk, amit szoktunk mindig elkerülni, amikor kivettük és olvastuk a Tórát, amikor visszatesszük, akkor rámutatunk és megénekeljük, ráénekeljük azt, hogy ez az a bizonyos Tóra és tanítás az, amit Eitzhaimnak nevezünk. Aki tudja, az énekel velünk. Ja, akkor ez egy hívvel a bort. Talán látom, hogy tudjuk énekelni. Erre is van áldás, ugye úgy az, mint az előzőekre. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Vizsgáztatni, valójában nem kiolakatnak a vőleményt, hanem vizsgáztatni.
A vizsga pedig az, hogy tudja a vőlegény jelölt, hogy melyik gyümölcsre, melyik zöldségre, melyik italra, milyen hatása van. Úgyhogy, amit valakit a kezünkre veszünk, akkor elgondolkodom, hogy ez a valami élet. Én akkor az fánterem, akkor arra is jár egy áldás. Jó, szóval a fántermű gyümölcs, különben összesen hat áldás van ugye a világban termő dolgokra, vagy létező lehető dolgokra, és ez a hatos lefedi az egész teremtett világot, hogy hat nap alatt teremt a világ, a világban el lehet indulni előre, hátra, jobbra, balra, fel és le, ugye ez tényleg a fizikai világot jelképezi, hat fajta áldás van. A fára, de legalább a fa az utolsó olyan növény és olyan termés, ami megmaradt az édenkerti formájában, mert megterem, és nem kell őt feldolgozni. Minden más növényt elvileg fel kell dolgozni. A mai zöldségek kamu zöldségek. A legtöbb zöldség, káposzta nem volt 2500 évvel ezelőtt. Brokkoli nem volt 1500 évvel, 1000 éve, és mondjuk a Brussels sprouts, az ami a növények, az a kelbimból nem volt 500 éve. Jó? És szóval a lényeg az, hogy mindenki nemesítve lett, hogy ehetőek legyenek, vagy egyáltalán kifejleszték őket. A gyümölcsök viszont ehetőek, persze ezeket is édesítette az emberek picikét. Szóval a legfontosabb édenkertnek utolsó mohikánja, az áldás, barukátán a nányon, mert a lános, Boré Priha ez! A kérdés az mindig az, hogy a paradicsomi fiatal gyümölcs, mi volt bölcsein, sokat foglalkoztak el azzal, hogy vajon mit nem lehetett volna megenni. A kígyó azt mondta Ádámnak, Isten mielőtt a teremtésbe fogott volna, evett a gyümölcsből csak úgy általában. Azért tiltotta meg neked a gyümölcs evését, nehogy te is világokat teremts. Mondja a Szatán, aki mindig egy kísértő szeretetű fel. A gyümölcs, egyes vélemények szerint a füge, amit éppen is tesztek, mások szerint alma van alma. Nincs. Megint mások szerint gránátalma. Szóval a negyedik vélemény szerint pedig etrog volt, etrog az biztos, hogy innentől megnyílt az útra a részletára. Játékot. Mi volt a nő, amikor láttam és soha ettek? Rabbi Meir, ha teszek, hogy az emberek van, Rabbi Meir azt mondta, búza. Miki mondás, és úgy nevezi a tudatlanokat, az az ember, aki még nem evett a búzából, hogy nem evett búzából készülne kenyeret. A búzával kapcsolatban egyébként van még egy hagyomány, mégpedig az, hogy a gyerekeket onnantól számították ténylegesen, tehát nem semmi a gyerekeket, csecsemőket, onnantól számította a hagyomány igazából a család részének, valós részének olyan, akik nem most már ezzel foglalkozunk, onnantól, hogy kenyeret evett. Tehát ő kenyeret és az a hozzátárulás. Az a kenyeret és az a kék és a tudáshoz, illetve a még hozzákapcsolnak, az pedig a beszédképesség. Noé figyelj, vigyáztak az állatokra, hogy ne egyék meg egymást az állatok. Sém vigyázott a házi állatokra, Hám a madarakra, Jáfet pedig a vadakra. Minden állat más-más fajta cügét. A teledelődött új fegyet, és hozzá mások szerint, mások az például keresztény volt, mind az állatok, mind pedig az emberek szájukat fügével találkoztak. Ezen kívül füge volt az első növény, amelyet a szentébe tizedként beszolgáltatta. Füge felevélt akarta el Ádám és Éva szemétét. A füge további érdeme, amikor Hámán a zsidók elpusztítását tervezte, Isten megparancsolta a fáknak, hogy akadályozzák Hámán tevékenységét. Először a füge fa válaszolt, mondván, én szolgálok téged ebben a dologban, mert
Én nem vagyok, mert én vagyok Izrael szimbóluma. Mire a magyarok? A magyarok? Kis magyarok? Legközelebb. Magyarul is azt mondják, én is szolgálok, mert hogy én vagyok Izrael szimbóluma. Az Etró, ahogy mondani, azt mondta, enyém az elsőbség, mivel Izrael az én gyümölcsömet dicséri Isten szót. A citrus azt mondta, enyém az elsőbség. A pálmafa is azt mondta, enyém. Mire elvált a tömispapor és ígérve, enyém a feladat, mivel egy Isten, de istentelemhez egy tömispapor éri. Elfogadták érvelését. Töltsön mindenki ki a harmadik pohár borát, ebben már kicsit több lehet a vörös, és már kezdjen, az kerül a többségbe, és csak pici legyen benne a fehér bor. Amíg kiköltitek, pedig mondom azt a részt, hogy mindenképpen látni kell, hogy az egész hitétük a Földön egy bizonyos fajta tikkun, nem csak a saját kicsi világunknak, saját élőnek a javítása, nem csak a világnak a javítása, hanem Ádámi csíveinek a hibája javítása, amit mi megörököltünk mindannyian. Ugye az ő hibájuk, az ő tévedésük, az ő céltévesztésükkel, mert a het bűnszó azt jelenti, hogy céltéveszteni, hogy az ember nyilla félrelő, az a het. Az a céltévesztés. Rosszra használták az energiáikat, rosszra használták a vágyaikat, és ezért összekeveredett a jó a rosszal a világgal, és ezt kell nekünk kibogóznunk. Ugye mindig arra törekszünk, hogy a szentséghez, az örökkévalóhoz váljunk hasonlóvá, hogy olyan legyen a lenti világ, mint a fenti világ. Ahol az Isten ismeri mindenki, az összes égi lény, ugye minden imánkat az égi lényekhez tesszük hasonlóvá magunkat, ugye az égi seregek ismerik őt, ugye a földi seregek ismerik őt, és ugye erre van egy imánk, amit oly sokszor szoktunk elénekelni, ez pedig nem más, mint az Osze Shalom. De mielőtt ezt elénekelnénk, ígyük meg a harmadik pohár borunkat. Mindenki, készen áll? Mindenki töltött magának? Jó. Amit én töltögetek, a harmadik pohár borhoz már nem más jár, mint az olajbogyó, amivel nyugodtan megmondható ilyen a biciklettel is. Miért az olajbogyó? Fejlesztési bicikle történet tartozik a Bírák könyvéből, ahol a plátrom összeálltak, hogy ők szeretik magukra királyra királyt választani, de egyik nemes növény sem vállalta, sem a szőlő, sem a tapolya, sem a fügefa, és egyébként illetve az olaj sem vállalt, az új olajfa sem ott, ami előkerülni, és így szerepel nekünk az olivabogyó, illetve bár illetve nagyon sok helyen máshol is, de most úgyhogy a pohár borhoz és az énekhez a továbbiakban már az olajbogyó és a kis tál éjjel is jár. Barukat a náj elemen a lám, bor és piakáfe! Amen! Hosszé, shalom, mikrobál! Thank you.
Annyit hozzáfűznék még talán ehhez, hogy azt tudni kell, ha olajról volt szó, különben most már mindenki vehet az olajból, olajbolyóból, nem kell hozzá külön áldás, mert már ettünk a fa gyümölcséből. Ha valaki a bulgurban verekezne elnök úr, azt el kell mondani másik áldást. A bulgurra az áldás, várunk átáldom nájúrlet, hol ám, borré, minné, mezonot. És ha annyit még hozzá egy olajhoz, mert az olaj történetről van egy nagyon szép történet, Bírák második könyvében elég fejezetben, amikor egy profétákat bújtató személy meghalt, a feleség ott van a adósságban, mert kölcsönből is etette azokat az eredeti profétákat, akiket Izabel vagy Jezabel akart megölni. Ez a hölgy teljesen adósodott, és a fiait el kellett volna adni rabszolgának, mert jöttek az adósságot behajtani rajta. Ugye a proféta megkéri őt, hogy mi van neki ott van, és ugye arra, hogy van pár pici párcsepp olaja, és ugye ez az olaj szaporítással mégis így olajforró food lesz az lakásába, és meg helyáll a gazdasági rendje a családnak. A fontosak az, ebből különben azért hozzák összefüggésbe sok minden a történetet a bölcsek, mert innen jön az, hogy nincsen mennyiség az áldásnak, de nem szabad azt számolni. Ezért szokták számolni az embereket a minyembe, vagy nem szokták számolni az embereket a zsidókat. Ezért szokott az lenni, hogy valaki kimegy valahova, ahol ortodoxabb családban tárgyazunk, és megkérdezi a nagyamát, hogy hány unokája van, azt mondja, hogy nem tudom. De nem mondja ki 24, vagy 63. Mert nem szabad őket megnevezni, mert nem szabad számolni az áldást, mert akkor elillana az áldomás. De az kell, hogy kell egy csepp a földön, amit az örökkévaló megszaporít. Kell az a mag, ami előre ültetve, abból lesz, a mustármagból lesz a nagy fa, a kicsi magból lesz a nagy cédrus. A fontosak az, hogy kell valami. És ide van az, hogy az kiválasztotta Ábrahámot. Ábrahámot Isten választotta, mert Ábrahám választotta Isten. Muszáj a leszálló pályát megcsinálni, hogy a isteni áldás landoljon rajtad. Ha nem lépsz, nem történik meg. Nincsen birthright. Jó? Az a tabu. Muszáj egy csepp, ami megsokasodik, amire az áldás kapod, hogy annak elkezdődni. Elég egy morzsa, de azt föl kell tudni tartani, mert különben nem jön az áldomás. Miért hasonlították Izrael a datójához? Zsoltárok könyve mondja, az igaz ember virágozzon, mint a datója, és nőjön magasra, mint a libanoni datójához. Nem kell külön áldás, mert az is ugye élő növény, kemény szárú, és ezért nem kell külön. A fára már elmondtuk, a fagyümölcsi az áldás. Nyugodtan mindenki fogyasztani egy datóját, ha van hozzá kedve. Melyik női név származik a datójából? Amikor a Szent megteremtette az első embert, megmutatta neki az éden kert minden fáját, és figyelmeztette. Nézd meg, milyen szépek és hasznosak tervényei. Mindent számodra alkottam. Vigyázz hát rájuk, és ne rombold le azokat, mert nincs, aki kijavítsa helyet. Ugyanez a gondolat, amit már előszettünk, hogy kikulám kapcsán, és amit újra tárgyalunk. Valójában egy világot kaptunk, és amikor ezt a világot kaptunk, azért az azzal a felelősséggel jár, hogy vigyázzunk rá, és így tudjuk tovább. De valami így, ahogy megkaptunk. Izrael azonkor a kevés országok egyike, ahol a 2000-es évet, vagy akár a 2010-es évet is nézhetnénk, több fával zárta, mint ahányan elkezdte 100 éve korábban.
Ugye, persze ebben vannak problémák, azért az izraeli faültetésben is vannak problémák, két problémát szok elmondani nektek. Ugye mindjárt lesz szó az Ausztráliában beimportált eukaliptuszról, amit korlamaci nélkül hoztak, de azért ugye, hogy ne csak olyan bocsánatat. Viszont egy idő után elkezdett kezdeni kivágni az eukaliptuszfákat, mert minden vizet kiszív a talajból. És egyszerűen kb. 2-3 békafajta ki is halt a közel-kelet meg ezen régióában a fa miatt, illetve azok a nagy tüzek, amik szintén ugye 2-3 pusztítottak Izraelben, azok a fenyők miatt voltak, amik szintén nem őshonosak Izraelben, és ez nagyon könnyen égnek. És ugye ezért is érdekes, hogy azért az ökológiát is észre kell csinálni, de ugye tudjuk, hogy ilyenkor mindenki ültet fát Izraelben, egész lakosság ültet, hogy 10-20 millióval növekszik minden évben az ültetett fáknak a száma, csak azért, mert 5-6 millió lakos is ültet, nem beszélve az egyéb szervezett programokról. Zichron Jákobból az első protocionista településről kezdődött a faültetésnek a hagyománya. A Zichron Jákobi vallásos iskola tanára kezdte el csinálni, ültetni. 1890-ben az érdekes ez, mert az első cirista kongresszus 1895-ben volt. Herzl még megsírta az a könyvét, még nem is volt a Dreyfus per, de Zichron Jákobban már elkezdték ültetni a fákat ezen az alkalmon, és különben a cirista hagyományá vált, hogy minden egyes intézmény, direkt ezzel a kabalista szimbolika miatt, hogy már ünnepeljük a megváltást, pedig még hol van a tavasz, még hol van a megváltás, ugyanígy a kezdetek az ünnepe, az a Tubisvát. Ezért volt az, hogy 1918-ban Tubisvátban alapították meg és adták át a Héber Egyetemet, 25-ben a Haifai Egyetemet, és 49-ben az izraeli parlamentet, a Knesset is, mindig egy Tubisvátkor. Tubisvár, így egy sokkal inkább egy államünnep is lehet, mint egy kabbalista ünnep volt. És ha már itt vagyunk a szionista ünnepeknél, akkor egy ilyen ősi dalnak hit, de inkább szionista dalnak, hát inkább beillő dalt énekeljünk el, ez pedig nem más, mint a Havana Gila. Amen.
ugye? Rikort! Milyen jó, hogy
Shana haba Yerushalayim, Shana haba Yerushalayim, Shana haba Yerushalayim, Yerushalayim Hamdulillah, Shana haba Yerushalayim, Shana haba Yerushalayim, Shana haba Yerushalayim. Húniról, aki egy tanuló volt, bölcsőt is így, hogy Húni a körvonal, ellen fordítom is, hogy amikor nem volt eső tisztára, akkor egy rajta egy körvonal volt, és azt mondta Istennek, hogy amíg ebből a körből ki nem lépek, azért nem lépek ki ebből a körvonal, amíg nem lesz eső. Ezen aztán Isten elvidatkoztak egy ideig, de most nem erről a sztoriról lesz szó, hanem arról, hogy Húni, ez a bizonyos Húni találkozott egyszer egy öreg emberrel, aki Szent János kényét fát nézőre megkérdezte, hány év múlva lesz ennek a fának gyümölcse? Az öreg azt felelte, 70 év múlva. Biztos vagy benne, hogy még 70 év múlva is kielveszhetek gyümölcsét lehetőd megfúni. Amire azt a választ kapta, olyan világba születtem, amelyben már volt Szent János kenyér, amiként külseim, nekem is neked ültetek, én is ültetek utódaimnak. Am Israel Shai, Am Israel Shai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Shai. Lassan zárva az ösztének ezt a részét, még egy történetet kaptok, egy éhe.
helyes vándorról, aki a sivatagban talált egy fát. Nem egy édes gyümölcséből, és megpihent árnyékával, és kivolt az alakot folyó patakokból. Amikor újra utakintult, azt mondta, milyen jó sikító kívánsággal áldozom meg téged. Nem mondhatom, hogy legyen édes gyümölcsöd, milyen te túl az árnyékod, és legyen alak a forrás, hiszen mindez már teljesül. Ezért az a vándorok meg, hogy magjaikból sorjadonfák is olyanok legyenek, mint te. Kívánok nektek, és családotoknak, ismerőseiteknek további kellemes estét, minden boldog új évet, boldog zöld új évet, és ha minden szolgál, minden jól megy, és csodálatos, akkor jön a minden. Egy imakönyvért felajánlom egy imakönyvet annak, aki egyszerre fel tudja sorolni a szukoti négy növényt, a Szentföld 7 gyümölcsét, és a 12 hónapot. Na jó, köszönjük össze együtt! Mondjuk el a csokor 4-es csokrot, mi van a szukoti 4-es csokorban? Etró, magyar hangján? Etró! Etró! Kérem, a szektem magyarul. Etró! Titus, nincs neve. Mit? Keső cica, van is jó. Ehetet veszünk, jó? Olyan lekvár csinálunk belőle, hogy ide jár, azt tudhatja, hogy Avalázban kár az időjére, hogy beszéljek róla, mert annyira jó. A világ legfinom lekvár készül belőle, én lehetetlen citomra. Szóval, de sajnos nem is utolsó. Mirha, olaj nincs benne, az a békegalom szájában van, akit lelőtt. Hadassza, igen. Fűszfa. Igen, hullát, magyar nevén, képer nevén, igen. És még mi van még benne? Tálma ág. Miből van egy? Egyről. Nullából is egy van, nagyon jó. Miből van több? De mennyi? Kettő van ugye a Mirtusból. És ugye a valamelyik pedig ott van a többiből. Ami fontosak az, hogy 7 darab van a kezünkbe. 4 fajtából 7 darab. Melyik elképezi a semmire kellő nulla embereket? Fűszfa, nagyon jó. Miért? Nincs szaga. Arra sem lehet használni illatos autóillatosítónak, ugye? Lakásillatosítónak sem lehet használni. És nincs egy gyümölcse se. Se íze, se bűze, ugye mondaná a magyar. Melyik az, amelyiknek van íze, de nincs szaga? Illata. Nem? Pálma. Pálmát ugye, pálma nincsen. Nincsen semmilyen illata, viszont hatolja pálmáról van szó. Itt most teszitek, hogy milyen íze van annak. Hát, a arab hajósok egyébként nem kaptak skorbutot szemben az európai hajósokkal, mert datáját tettek és nem szállított húst. Vagy azt is, de elég az, hogy mi az, aminek van illata, de nincsen semmi gyümölcse. Mirtusz, ugye? Több illatosító is mirtusz illatú. És mi az, amelyiknek íze is van. És nagyon jó. De és miért ennek az etrog különösképpen a többi növényhez képest? Miért extra? Milyen egy szadik, milyen az igaz ember, milyen nem igaz ember? Nem igaz ember, rosszat csináltam, megváltozom, tart egy-két hétig, aztán elmúlik. Jön az ünnep, valami baj van, akkor megint felerősít. A szadik az egész évben ugyanazon a síkon repül, és jól viselkedik. Az etrog egész évben éli. És drága, mindenki másnak kötődíti meg a dolgokat. Igen, igen, drága, épp ezért drága is. Melyik a Szentföld 7, melyik a Szentföld 7 növénye? Szőlő, datója, húza, árpa, műve, limon, melyik limon, ez a limon, vagy dráda, alma, igen, alma, olajbogyó, nagyon jó, árpa volt, volt.
volt árva is, nagyon köszönöm. Mi a 12 hónap? Nisztán, Iyár, Szivár, Tamuz, Ám, Elul, Hesvár, Kiszlev, Svát, nem Svát, hát nem Adár, TV, Svát, Adár, itt a vége. Adár kezdte a tartalék, igen. Ezek közül melyik van héberül? Egyik sem, nagyon jó. Hogy hívják a Nissant héberül? Nissan, ugye két úr, aki megalapították ezt a gyárat, ugye itt Nissan, igen, szóval Nissan nem, Hodes Haviv. Thomas Hohen. Igen, a Andrea, elvileg a Hodes Haviv, a nyár hónapja, szerintem az pedig szerintem pont a szíván a torrát adva, de lényeg az, hogy semmelyik hónapnak nincsen, a héber hónapoknak a Bibliában van kettő erőt neve, a többi rágban nincsen nevük, csak ugye sorszám nevük van, mint a napjainknak. Napjainknak sincsen neve, egy is nincsen nevezve a Saturnusról, vagy a napistenről, ugye Sunday, Saturday, szóval semmi ilyesmi nincsen, nem fogány isnek mondnak, hanem minden csak, hogy hogyan közeledünk a szombathoz, a teremtés napjai. Első nap, Jobbison, Jobbisoni, Jobbisoni, Jobbisoni. Mit mondtam, melyik napokon tartjuk a kezdő héber tanfolyamot? Hétfőn, hány órától? 6-tól. 30, vagy pedig 6, de akkor szeretném véglegesíteni az időpontot, amikor ráérhetek, hogyha inkább egy picit elhagyom, akkor... Akkor mi már a kezdő talmudtórások, itt vagyunk 5-től, 4-6-tól, ezért már lehet az korábban is, pontosan emiatt. Esetleg akik nincsenek, nem szoktak általában hozzánk járni, azoknak csak külön mondom, nem akar senki elcsábítani semmilyen másik zsinagógából, másik körzetből, viszont azt mindenképpen mondanám, hogy csütörtökénként, ami senkinek a tyúk szemét nem bántja, senkinek a teritoriájában nem hatolok bele, csütörtökénként van egy klub, ami egyrészt vagy filmklubot jelent, vagy pedig olyan vendégeket, vendégelőadókat, mint például a Kolumbia Egyetem filmes professzora, vagy pedig a HVN főszerkesztő helyettese, stb. Stb. Többen voltak már nálunk, de adott alkalomként itt szoktuk rendezni a soros, de ez most az a más soron lévő, soron következő keresztény zsidó párbeszéd társaságnak a rendes havi üléseit, valamint a Tenészvárosi plébániában, ami a kerületünkhöz tartozik, ennek ugye az alapítója és vezetője Szési professzor úr, a tanárom a Dorzséről. Most itt tartozkodik tanárom. Ezt azért is mondom el, mert holnap, a holnapi nap folyamán lesz megint itt alkalmunk, Tubisátról fogunk előadni, mind a ketten. Lehet, hogy ez rendszeresen vagy itt, vagy ott a Fehérvárosi plébániában, a sekrese felett.